Köszöntöm nézőinket, Gulyás Ferencnével beszélgetünk a 12. apró gála szünetében. Nagy a lázas készülődés, 12. alkalommal rendezik meg, nagyon sok vendéget hívtak. Kik vannak ma itt a karcagiakon kívül? A mai napon a 12. apró lábak néptánc gálán a óvodánk néptánc csoportjain kívül természetesen az általános iskolák tánccsoportjai, a helyiek, a Nagyhun Református Általános Iskola, a Katolik, a György István Katolikus Általános Iskola, a Kiskulcsosi Tagiskola tánccsoportjai szerepelnek, és emellett azoknak az óvodáknak a tánccsoportjai, akikkel kapcsolatban vagyunk, és nagyon szoros szakmai együttműködést ápolunk, ők pedig a Kisújszállási Egyesített Óvoda és a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény, valamint egy új fellépőnk is van, a Berettyó Újfalóból érkező tánccsoport. Azt gondolom, hogy tényleg igazán sokfajta táncot és mondókákat is, tavasz hívogatókat is hallhattunk már itt az első részben. Igen, hiszen a tánccsoportok azokat a műsorszámaikat adják itt elő, amiket most a tehetségműhelyekben éppen időszakosan is gyakorolnak, táncolnak, élvezik együtt a néptánc örömét és a népzene örömének együttlétét. És hát azért mondjuk el, hogy vannak népművész segítők is, akik azért rendszeresen megjelennek az óvodákban kézműves foglalkozásokat tartani, most pedig bemutatkoznak. Igen, nagyon sok olyan program, rendezvény van az óvodában, ami kapcsolódik a néphagyományokhoz, a hagyományápoláshoz, és a mai napon is itt van velünk három olyan alkotó művész, aki rendszeresen részt vesz az óvodáinkban is, Pincésné Sós Gyöngyi a kunhímzéseivel, Tyukodi László fafaragó, és felesége Marika ékszerkészítő, ők mutatják be itt a mai napon az alkotásaikat. Reméljük, hogy minden szülő, nagyszülő, hiszen azért nagyon sokan eljöttek megnézni a kisunokáikat, úgy mennek haza, hogy végre jön a tavasz, hiszen azért itt a gyerekek mindent megtesznek, hogy elővarázsolják ezt a tavaszt ebben a nagy hidegben és hóban. Igen, a mai napon emellett, hogy bemutatják a tánctudásukat, bizony itt a március végén nagyon szeretnék már kitáncolni a telet, és érezzük a napsütést, a tavaszi időszakot, és hát ahogyan mondta, megtelt a Kulturális Központnak a színházterme, nagyon sokan itt vannak, a gyermekeket megnéző érdeklődők, szülők, nagyszülők, de ami nagyon nagy öröm számunkra, hogy itt vannak a régi óvodásaink, hiszen 12 évvel ezelőtt indult el az Apró Lábak Néptánc csoport szervezésében, Benéné Kecskeméti Anikó óvodapedagógus kolléganőmnek a szervezésével, vezetésével ez a programsorozat, és akik akkor táncoltak, ők vagy táncolnak most az iskolák csoportjaiba, vagy pedig nagyon sokan itt vannak a nézőtéren, és figyelemmel kísérik, és együtt élvezik velünk a gyermekek táncát és örömét. És hát reméljük, hogy lesz 13. is, és nem babonásak a szervezők, és találkozunk akkor jövőre a 13. néptáncgálán. Nagyon köszönjük, mi is így tervezzük, hiszen ez egy csodálatos hagyomány, ami egyre bővülő körrel, tánccsoportokkal, műsorokkal, fellépőkkel van, aminek nagyon örülünk, és mi is úgy tervezzük, hogy a 13. táncgálán is itt leszünk jövőre együtt. Köszönjük szépen! Mi köszönjük az érdeklődést és a tájékoztatást, hogy a Karcag Televízió nézői is megtekinthetik a műsorunkat. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Madarászínre Egyesített Óvoda 12. Apró Lábak Néptáncgáláján. A rendezvény megnyitóját Pánti Ildikó önkormányzati képviselőasszony nyitotta meg a mai délutánok rendezvényünket, és most folytatjuk a műsort, és azt szeretném kérni a zenekar, most ne menjen el, mert a mai délutánon a Pipás zenekar húzza a tánc talpalávalót nekünk, akiket szeretném bemutatni Önöket. Ez egy szoprános hegedű, ugyanolyan, mint a klasszikus hegedű, csak általában ennek kivételével a névzőnézeti mindig piszkos. Annyi különbség van, mert egy gyanta polcsosat adjuk be, és akkor mindig nem fehérnek. Egyébként ugyanolyan teste, ugró, teljesen mindig klasszikus hegedű. Hát létezik több hangolású karnét is, mert rövidebb a szörnyű,
de basszusban mégis van az egésznek, de a magyar népzenében általában ezt a D vagy Alt mintot használják. Hát igazából prim hangszereknek számít, de pontosan ugyanannyira kísérletes, mint amilyen prim, mert nagyon sokat kölcsönöz a kísérletek hangjaiból is. Viszont nem úgy működik, mint a brácsa, itt mindig csak egy húron játszanak egyszerre. Amit Attila elmondott a hegedűről, azt tudnám még én is elmondani, hogy általában ez is kicsit kontosabb, mint a klasszikus brácsa. A gyantapor több helyen meglátszik rajta. Hát nagyjából ennyit tudtam volna elmondani róla, most itt gyorsan. Ja, még egy, bocsánat, egy mondat. Általában az orgonával hasonlítják össze a hangszereknek a hangmagasságát, hogy hol szól. A nagybőgőnek a hangmagassága olyan, mint egy templomi orgonában a 2 méter 10 centis sípnak a hangmagassága. Tehát egy egész mély hangot ad. Már ez ennyit szeretem. Köszönjük szépen a hangszer bemutatót a zenekar tagjainak. És ha jól tudom, akkor a kisújszállásiak nem kérnek ugye élő zenét? Ja, köszönöm szépen akkor, és még várunk vissza a színpadra benneteket. Kisújszállásról érkezett a Höcögök gyermektánc csoport, a Baptista Szeretetszolgálat kisújszállási Sásastó úti óvodájából. Október óta heti egy alkalommal tartanak táncfoglalkozásokat, ahol gyarapítják tudásukat, a kis tánclépéseket, és ismerkednek meg a gyermekjátékokkal. A gyermekcsoportot vezeti Gönczi Edit óvodapedagógus. Fogadják őket szeretettel! Take that, please.
Kisújszállási óvodásoknak, hogy eljöttek és táncukkal megörvendeztettek bennünket. És megkérem a táncsoport vezetőjét, Gönczi Edit kolléganőnket, hogy vegye át a gála ajándékát, az emléklapot, a gyermekeknek a kis nyakláncot, és a Kerekcipó Kft. Ajándékát, a kalácsot, valamint Pincésné Sós Gyöngyi és Tyukodi László népi iparművészek ajándékait. És nem tudom, közben későszállásról érkezett egy gyönyörű szoknyába, táncos ruhába egy kicsi lány. Itt ül valahol a harmadik, negyedik sorba, a tesója, ha följössz a színpadra. Készenlétben, a táncosok szintén, úgy látom már a lábuk
járja itt mellettük. Következik a Karcagyi Nagykun Református Általános Iskola tánccsoportja. Több mint 12 éve eredményesen működik a Csillag Rózsa és a Kéki Bolya hagyományőrző néptánccsoport. Az iskola számára nagyon fontos a különböző értékek, így a hagyományok felelemenítése, életben tartása. Induláskor elsősorban iskolai rendezvények alkalmával színesítették a műsorokat. Az iskola falait azonban hamar kinőtték. Számtalan és szerteágazó fellépési lehetőségnek tettek eleget a megalakulásuk óta. A hazai bemutatkozásokon túl fellépnek a határon túli Erdélyben, táncaikkal színesítik az Aprólábak néptánc és a Refisztár gálát, valamint a környező települések rendezvényeit. Ma délután szatmári táncokat látható. A tánc koreográfiáját összeállította és betanította Csurka Sándor néptáncos. Fogadják szeretettel a Csillag Rózsa hagyományőrző néptánc csoport műsorát. Thank you.